Most tudjuk kapcsolni Vitézy Dávid főpolgármester jelöltet, vagy volt jelöltet. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Telefonon kapcsoljuk, elég rosszul hallom, remélem, hogy a nézők jobban hallják, mint még. Az első kérdésem az, hogy elfogadja-e a mostani végeredményt, az újraszámlás eredményét? Természetesen az újraszámlás eredményét elfogadom, és gratuláltam is ehhez Facebookon Karácsony Gergelynek. Ugye a választás végeredménye az a jogerőssé válással történik meg, és a főpolgármester saját maga jelentette be ma is, hogy meg fogja fellebezni az újraszámlálás eredményét, mert új választást szeretne, tehát a választás végeredményéhez én nem tudok meg neki gratulálni, de az újraszámlálás mai eredményéhez természetesen. Hogyha ezt ő megteszi, akkor erről a kúria dönthet? Vagy ez azt jelenti, hogy ő megvárja, nem tudom, hogy beszélte vele erről, megvárja a végeredményt, hogy jogerős legyen, és aztán lemond, mert más helyzet a kettő, más helyzet áll elő. Én ezt nem tudom, ezt tőle kell megkérdezni. Valóban ez a két módja van, vagy megfelebezi most ezt az eredményt. Annak ellenére, hogy ugye 41 szavazattal lényegében a valaha volt legszorosabb magyar választási eredménnyel ő jött ki győztesen ebből az újraszámlálásból, ahol egyébként sok száz érvényes szavazatot találtak az érvénytelenek közül, tehát indokolt volt újraszámlálását kérni az érvénytelen szavazatoknak, és nem véletlenül tettem ezt meg néhány nappal ezelőtt. Az, hogy ő ezt megfelebezi-e, vagy lemond október 1-én, hogy szeretne új választást elérni, ezt csak ő tudja megmondani, ezt én nem tudom. Megkérdezzük majd, egyébként őt is vártuk, vagy kapcsoltuk volna, de most nem tudott a rendelkezésünkre állni, de meg fogjuk kérdezni. Ugye azt mondta, vagy kérte még korábban, hogy semmisítsék meg a 7. és a 4. kerületben az eredményeket, tehát ott nem csak újra számlálás, hanem megsemmisítést kért. Ezután is kérje, mi ezzel most a helyzet? Ez a Nemzeti Választási Bizottság talán ezekben a percekben tárgyalja ezt a javaslatomat, vagy fellebezésemet. Ennek a hátterében az áll, hogy ebben a két demokratikus koalíció által vezetett kerületben kirívó magas volt az érvénytelen szavazatok aránya, és ez egyértelműen azzal hozható összefüggésbe, hogy itt egy olyan fajta visszaélés történt, hogy módszeresen megkeresték a lehető legkisebb, legvékonyabban fogó tollat, ezt most már ilyen papírbolti, meg egyéb helyekről is látom, hogy a hírek jönnek ki, hogy ez egy hosszas szervező munka eredménye volt, hogy lehetőleg a legláthatatlanabb módon húzzák ki Szent Király Alexandrát, és ezzel megtévezték a választókat. Én ezt a jogorvoslatot nem most az újraszámlálás kapcsán indítottam el, hanem még a hét elején. Lehet, hogy egy friss hírt mondok önnek, mert én sem tudtam, a kolléganőm mondta, hogy ezekben a pillanatokban a Telexen kijött, hogy elutasították ezt a kérelmét. Értékelni fogjuk. A jogászokkal nyilván vannak felelviteli fórumok, én most nem tudom megmondani, hogy pontosan mire hivatkozva döntött így az MVB. Ezt értékelni fogjuk, és eldöntjük, hogy ezt tovább visszük-e vagy sem. Egyébként, hogy mondjam, ha Karácsony Gergely új választást szeretne, hogy elmondja, mindig ehhez az indítványhoz még csatlakozhat, és akkor itt egy jogalappal lehet ugye érni, hogy legalább két kerületben legyen új választás. De nyilván én nem innen nézem, meg fogjuk nézni, hogy mire hivatkozva utasították el, és ezt ki fogjuk értékelni. Azért az fontos látni, hogy rekordszámú érvénytelen szavazat volt, sok tízezer, vagy hát összesen majdnem 25 ezer egész pontosan az érvénytelen szavazatok száma. Ennek egy jelentős része ezekből a kirívó kerületekből jött, ahol nem húzták ki rendesen a visszalépett, kiesett jelölt nevét. Azért ez nem egy szokatlan helyzet, hogy egy jelölt visszalép. Ha az ellenzéki szavazók szerintem élénken él az emlékünkben a 2018-as parlamenti választás, amíg a választás előtti szombaton is az ment, hogy a különböző ellenzéki jelöltek egymást szólítgatták fel visszalépésre, és a legkülönbözőbb részén az országnak utolsó nap voltak visszalépések, vagy hát épp egy ellenzéki előválasztáson Karácsony Gergely Márki-Zay Péter javára ugyanígy egy-két nappal a választás előtt lépett vissza. Mégis minden eddigi magyar választáson meg tudták oldani, hogy a visszalépő jelöltet eltüntessék a szavazólapról. Ez most Budapesten legalábbis néhány DK által vezetett kerületben nem sikerült. Utolsó dolog, és ez már inkább a jövőre vonatkozik, ugye a nem fogadott telefonhívások, a hangfelvétel után tegnap felhívta Karácsony Gergely, amit elmond ebből, vagy ami ránk tartozik. Azt tudjuk, hogy azt mondja, hogy normális hangnemben beszéltek egymással, fognak-e tudni együtt dolgozni, bármi is lesz ennek a vége, ön ott lesz a közgyűlésben. Valóban Karácsony Gergely felhívott és bocsánatot kért amiatt a hangfelvétel miatt, ahol azt mondta, hogy lapáccal szeretne agyonverni. Ugye 4 napig nem tudtam őt elérni, és akkor ezután tudtunk így beszélni. Azóta most egy újabb hangfelvétel is kijött, ahol a legdurvább személyeskedéseket fogalmazza meg. Nem is csak velem szemben, ugye engem hív autisztikusnak, én legjobb tudomások szerint nem vagyok az, de hát elég sokan élnek a spektrum valamely pontján, és azt gondolom, hogy ilyen megjegyzéseket tenni, ilyen minősítgetéseket tenni Karácsony Gergely részéről, ez
felén bántó, hanem egy elég nagy választói közösség, elég nagy budapesti közösség számára is az. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a megjegyzések, hát legalábbis újabb bocsánatkéréseket indokolnak nem felém, hanem azok felé, akiket Karácsony Gergely ezeken a hangfelvételeken megsértett. Engem Budapest érdekel, én azért indultam ezen a választáson, hogy Budapestet fejleszteni tudjuk, minden erőmmel azon leszek a fővárosi közgyűlésben, hogy Budapesten egy jobb, élhetőbb zöld városban tudjunk élni. Aki ezen dolgozik, az bennem partnerre fog találni. Vitézi Dávidnak köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, hívtuk és hívjuk továbbra is Karácsony Gergelyt, és várjuk, majd talán jövő héten érkezik. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallásra.